Azt már hétfőn összefoglaltuk, hogy hogyan sikerült a TV2 első igazán erős hete a konkurenciáihoz képest, de az RTL Klub most egy újabb közleményben rakta ki a Nielsen adatai alapján, hogy állnak eddig. A teljes képért érdemes elolvasni a TV2 múlt heti számait is. Ami érdekes lehet az az, hogy az online, az RTL most adatait szintén megtudtuk a csatornától. A sima nézettségi számok csak a tévét figyelik, de azért főleg a fiatalabb generáció a 18-49-ből talál más platformot, ha annyira érdekli az X-faktor. Az RTL Klub csak ha kereskedelmileg fontos 18-49-et gyűjtötte most ki, és összefoglalták, hogy a Survivor első 18 epizódja nyerte a sávját, és átlagosan 18,2%-os közönségarányt hozott. A nyerő páros még magasabb, 23,5%-os közönségarányt ért el. Online streamen a Survivort átlagosan majdnem 36 ezeren nézték vissza, a nyerő párost meg csak nem 30 ezeren. Az se túl nagy meglepetés, hogy a mi kis falunk népszerű volt a maga 29,5%-os közönség arányával, de még így sem érte el a nagyon sokadik X-faktor számait. Amikor a tanár bemutatója előtt interjúztunk Hörmön Péter kreatív igazgatóval, akkor rákérdeztünk, hogy miért nem unalmas még a show. Az a helyzet, hogy nehéz elengedni a tehetségkutató műfaját, mert a mai napig a legnézettebbek egyike. Az ember úgy érzi, hogy ebben nincs több, aztán megnézed a nézettségi adatokat, lehet, hogy mindenki fikázza, de igazából ezt nézik a legtöbben. Te kereskedelmi tévéként nem teheted meg, hogy nem csinálod, ha egyszer ilyenek a számaid. A számaik meg jók, nagyon jók, az első válogatónál 34,3% volt a közönség arány, a másodiknál pedig magasabb, 35,5%. Ha így haladunk, és amíg repülnek a mikrofonok, életünk végéig lesz X-faktor. Online több mint 161 ezer nézőt érdekelt az X-faktor átlagosan, ami a tévében sem olyan rossz. Amiről viszont nem beszélt az RTL Klub, az mondjuk a vasárnap, hogy a szenzációs négyes a szezon bukása, ha úgy vesszük, itt nincs mit kitenni az ablakba. A legutóbbi adás 10,7%-os közönségarányjal zárt, míg a Sztárban Sztár a második legnézettebb műsor lett az X-faktor mögött 18-49-ben. Továbbra is sikeres, ha a hazai énekesek parókát húznak.